A 31. Plenár Nemzetközi Alkotótelep zárórendezvényének keretében idén immár 11. alkalommal rendezték meg a Mesterek és Tanítványok Találkozójának záró kiállítását, amely október 28-án nyílt meg a nagyközönség előtt a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar Rajzművészettörténet Tanszékének galériájában. Maga a plenár kifejezés az egy művészettörténeti fogalom, az azt jelenti, hogy szabad ég alatt, és ez egy olyan művészeti mozgalom volt, amikor a műtermek zárt világából a művészek kiolvatoskodtak a természetbe, és a természetképeket kint a természetben kezdték elkészíteni. Ez a plenár, ez egy jelképes megnevezése a több évtizede Csongrádon működő plenár nemzetközi művésztelepnek, ami két éves váltásban működik. Egyik évben különböző országokból, különböző művészeti területről érkező alkotókat hívnak meg, szobrászok, festők, grafikusok, és különböző vegyes technikát alkalmazó alkotókat, és minden második évben pedig ez egy kiegészül egy plusz funkcióval, amikor is a Mesterek és Tanítványok alkotótelep kerül megrendezésre. Ennek az a lényege, hogy leginkább a partner egyetemeinkről hívunk oktatókat, akik hoznak magukkal egy vagy két hallgatót. És nagyon érdekes, hogy van olyan visszajáró alkotó művésztársunk, aki például ott hallgatóként kezdte, és ma már magasan kvalifikált művészoktatóként az izméri Dokuzeyu Egyetemről hoz rendszeresen magával hallgatókat. A kiállítás megnyitójának részeként Mucsi Gergő ütőhangszerművész a kiállítás egyes alkotásaira komponált darabjait adta elő. Csongrádi művésztelep 1975-ben Aranyi Sándor vezetésével jött létre. Ugyancsak ő szervezi 1991 óta a 3 hétig tartó plenár nemzetközi alkotótelepet. Annak idején 1990-ben kaptam én meghívást Darmstadti szecessziótól, hogy vegyek részt a dél-franciaországi Mirabaelben megrendezésre kerülő ott is plenernek nevezték, plener művésztelepen. Tulajdonképpen az egy 11.-13. között épült ilyen romvároska volt, egy hegytetőn, egy várrommal. És tulajdonképpen ott is ugye a szabadban lehetett dolgozni. 3-4 ember kapott egy-egy házikót, és ott belakták, és utána mentünk a motívumokat gyűjteni. És ez nekem, és esténként közösen az úgynevezett auberge, az egy ilyen kis vendéglők Franciaországban, az ottani aubergeben gyűltünk össze közös vacsorára, minden alkalommal más náció főzött, és mit mondjak, hamar rászoktak a mi pörköltjeinkre. Na, a lényeg az, hogy ennek az egésznek a hangulata nekem annyira megtetszett, hogy ahogy onnan hazajöttem, rögtön megszerveztem, a következő évben már működött a Csongrádi Plenár nemzetközi művésztelep. Azért ne felejtsük el, hogy évről évre egy ilyen 3 hetes művésztelepet megrendezni, az hihetetlen energia, és hát állandó financiális nehézségek közepette lehet megszervezni az ilyen eseményeket. Aranyi Sándor, aki ugye a Csongrádi Plenárnak a fő mozgatórugója, gyakorlatilag augusztusban, amikor bezárult a plenár, elkezdi szervezni a következő évi plenárnak a financiális hátterét, támogatókat keres. Művészeket nem kell keresni, mert van bőven jelentkező, tehát olyan még nem volt, hogy ne megtelt táblával üzemelt volna
az alkotóhoz. Csongrádon van egy nagyon szépen kiépített, direkt ilyen művészeti alkotásra kiépített művésztelep, ahol van festő grafika műterem, szobrász faragószín, szobrász műterem, ami gyakorlatilag pont arra szolgál, hogy egy festői környezetben egy gyönyörű nagy kertet képzeljenek el, ami tele van szoborral, fákkal az ártérben. Ugye ott helyben laknak a művészek, és a kert minden pontján, vagy éppen a műteremház bármelyik zugában alkothatnak. Tehát a művész, csongrádi művésztelepen járva az ember lépten nyomon belebotlik egy éppen valamit alkotó művészbe. Az idei alkotótelep munkáit már láthatták az érdeklődők július 11-e és augusztus 1-e között a Csongrádi Galériában, most pedig a hagyományokhoz híven a tárlat anyagát elhozták Szegedre is.